Kihirdette az Öntsük formába a Szemetet című pályázat eredményét a Marosvásárhelyi Rádió. Olyan alkotásokat vártak a szervezők, amelyek a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. Ez a ruha bármennyire is hihetetlen, szemétből készült vasalt technikával. De nem csak ez volt az egyetlen egyedi alkotás szemétből a Marosvásárhelyi Rádió Öntsük formába a Szemetet felhívása kapcsán. A kezdeményezésbe egyébként több sajtóorgánum is részt vett, többek között a Népújság, a Punktul és az Erdélyi Magyar Televízió is. Három kategóriában lehetett pályázni, ruhakölteményeket lehetett készíteni, fotókat és szobrokat. Évek óta tudatosan és következetesen foglalkozunk a környezetvédelemmel, a környezet tudatosságra való neveléssel, ezzel a témával szinte naponta foglalkozunk a rádió műsoraiban, különböző eseményeink, akcióink vannak, és ez a tavaszi földnapi szemétszedés akciónak tulajdonképpen a folytatása. A fotókiállítás második helyezettje, Szövérfi Adrián több fotót küldött be a pályázatra, a legjobb kettő pedig egy madarat és egy macskát ábrázol. A közös bennük az, hogy mindkettő az égre tekint. Ennek külön jelentősége van. A kettőnél ez a felfele ívelés, amit szerettem volna kihangsúlyozni. Tehát amit említettem, hogy a környezetvédelem az egy nagyon fontos téma, és nagyon szeretnek beszélni az emberek róla, viszont nem érzem azt, hogy eléggé tesznek is érte. És, de ettől függetlenül szerintem kell hinni abban, és reménykedni kell, hogy van hova tenni, tehát ennek lesz egyszer egy szép eredménye. A pályázatban, ha bár nem volt videó, illetve rövidfilm kategória, de egy pár perces videót mégis beküldött egy fiatal pár. A videó egy átlagos napunkon hátrahagyott szemetet mutatja be, időrendi sorrendben.